Köszöntöm a nézőket! A Bajai Kultúra mai adásában egy zenés múltidézésre, egy természetfotó kiállításra, valamint egy társas táncos bárra kalauzoljuk el nézőinket. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Mi kértük, ők pedig eljátszották. A Bajai Fiatalok Színháza ismét egy kívánságműsorral készült a közönségnek, amely a népszerű Csináljuk a Táncdal Fesztivált folytatása. Az estén a társulat tagjai a 60-as és 70-es évek legnagyobb slágereiből szemezgettek. Stereóban fogható, és ebben az a jó, hogy a két oldalról egy időben más-más hallható. A nagy zenekar hangzásában éppen az a szép, a középen ülsz és jól figyelsz, már teljesebb a kép. Ismét teltházzal zárult a Bajai Fiatalok Színházának előadása. Az estén Kovács Kati, Kondzs Zsuzsa, az LGT, Máté Péter, de még Hofi Géza régi slágerei is megszólaltak a Bajai Fiatalok Színházának előadásában. Az önök kérték, a nagy sikerű Csináljuk a Táncdal Fesztivált előadás folytatása. Nagyon-nagyon sikeres volt a Csináljuk a Táncdal Fesztivált, a várakozásainkat igazából felülmúlta, és ennek nyomán született meg az önök kértéknek az ötlete, ami konkrétan egyébként nem az én fejemből pattant ki, hanem ha jól emlékszem, akkor Attila volt a konkrét ötletgazdája annak, hogy mi legyen mondjuk ennek az előző Csináljuk a Táncdal Fesztivál című estének a testvére, és akkor így született az önök kértéknek az ötlete, ami szintén retro, de azért egy picit jobban hagyatkoztunk a közönségnek a kéréseire ezúttal. Lehetett szavazni, lehetett dalokat kérni, és akkor a beérkező dalokból válogattunk ki egy estényi anyagot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki fog majd a kedvére valót találni. Tisztában van majd mindenki azzal, hogy menni mindent jelenthet egy csó. Én egy Kondzs Zsuzsa dalt fogok énekelni, Csók nélkül képtelenség az a címe, amit egyébként Baros Anikó kért, aki a jelmeztervezőnk, úgyhogy csak az ő kedvéért választottam. Ezen kívül egy Cserháti Zsuzsa dalt fogok énekelni, a Boldogság gyere haza című dalt, és Zalatnai Saroltától a Félteni kell című nótát, illetve Kerényi Ádámmal, Kovács Máté Őrssel és a Balázs Evis Tomcival fogjuk énekelni a Macska duettet, ezúttal nem duett felállásba, hanem kvártetbe. Mivel már egy ideje tudjuk, hogy mind a kettő este telt házas, ezért természetesen azt várjuk, hogy ez is hasonlóan sikeres lesz, mint a Táncdalfesztiválos esténk, és tervezzük egyébként a folytatást, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk a közönségnek. Színpadra lépett többek között Balázs Evics Tamás, Párdos Gréta, Ottmár Attila, Terrai Orsolya és Jenis Erika, valamint közreműködtek a Bajai Fiatalok Színházának táncosai is. Tavaly évben ugye nagyon nagy siker volt ez a táncdalfesztiválos eseménysorozat, mondhatjuk azt, hogy sorozat, mert többször is kellett ismételni. Én nagyon szerettem, én egy nagyon hálás dalt is választhattam, vagy kaphattam tavaly. Cserháti Zsuzsától nagyon-nagyon szeretek énekelni, de összességében is, tehát tényleg nagyon színes volt a paletta, a drámaiabb, komolyabb daloktól elkezdve a színesebb, vidámabb, már-már bohóckodásig elfajuló éneklés is, minden megfordult. Most is Cserháti Zsuzsa, aki előtérbe került nálam, két dallal készültem tőle, illetve Kovács Katinak is egy igen nagy sikerű, illetve híres slágerével készültem. Remélem tetszeni fog a közönségnek is. Kicsit gyere velem rózsát szedni, amíg el nem megy a nyár. Addig kell az ilyet elvégezni, míg virul a határ. Mindkét előadás nagy sikert aratott a nézők körében, mint kiderült, számíthatunk a folytatásra a jövőben is. Egy annyira sikeres műsor volt, hogy éreztük, hogy ebben lesz folytatás. Azt nem gondoltuk, hogy erre még nagyobb érdeklődés lesz, mint a Táncdalfesztiválra, de hál' Istennek ez van, mert a meghirdetett előadásokra pár hét alatt az összes egy elfogyott, és miután elfogyott, még folyamatosan telefonáltak, úgyhogy ez ilyen kulisszatitok, de tervezünk folytatást. A mai estére mivel is készültem? Készültem egy Korda Gyuri bácsi slágerrel, egy presszerrel, és egy, nem mondom el, mert egy meglepetés a harmadik.
mikor túl sok volt a bor, meg a sör, s az élet szétizél, meg agyon gyötör. A közönség kiosztunk egy kérdőívet, amire mindenki leíratta, hogy mit szeretne hallani, és az alapján, hát ilyen szabadrablás elvén működött ez, hogy ki a gyorsabb, ki tudott gyorsabban lecsapni egy dalra. Jóra üs, miért üs, rá üs, most jó egy lyukkal készen vagyunk, üs, még üs. Az előadás végéhez közeledve egy meglepetéssel is készültek a társulat tagjai. Csak nehogy azt higgyék, hogy megúszszák egy közös éneklés nélkül a ma estét. Főként azért, mert ez a mai este, ez számunkra két dolog miatt is nagyon fontos. Az egyik az az, hogy egy új premierünk volt ezzel az Önök kérték című koncerttel. A másik pedig az, hogy egy jeles napra virrattunk ma, ugyanis éppen mára esik egy számunkra nagyon-nagyon fontos embernek egy nagyon kerek születésnapja. Egy 30. születésnapot fogunk ünnepelni itt ma a színpadon. És hát, hogy is mondhatnám ezt, mint amit mindig szoktunk mondani, hogy hát ő a mi édesanyánk, a színházunk édesanyja, és hát most... Tudom, hogy nem nagyon szeret színpadra, de most föl fog jönni dr. Kelemen Veronika. Vera, nagyon boldog születésnapot! És hát mi mással is kívánhatnánk neki nagyon szép születésnapot, mint Halász Judit jól ismert slágerével. Boldog születésnapot! Jól tudod, másképp kelt fel reggel ma, és másképp jár a hold. A Gemenc és a Sugovica élővilága elevenedik meg Molnár Attila fényképein. A fotós a bennünket körülvevő természeti kincseket mutatja meg Nem mindennapi csodák című tárlatán. Az alkotásokat a hónap végéig tekinthetik meg az érdeklődők a Bácskai Kultúrpalota földszinti galériájában. Baja és környékének élővilága köszön vissza a Bácskai Kultúrpalota falairól. Így a Gemencből ismert szarvast, a Sugovicán pihenő hajómalmot és a kivilágított városképét is felfedezhetjük Molnár Attila fényképein. A Nem mindennapi csodák című tárlat azt hivatott bemutatni, milyen gazdag az a környezet, ami körülvesz bennünket. Molnár Attila alkotás iránti érdeklődése már gyermekkorában megmutatkozott, a természetfotózás azonban csak néhány évvel később került előtérbe. Visszaemlékszem, ilyen családi fényképezés, akkor ezeket mindig én eszközöltem, de úgy igazából, hogy ez engem megragadott, és így elsősorban ez a természet körüli fotózás, stb. Az olyan 10 évvel ezelőtt körülbelül, azt mondom, hogy arra tehető. De úgy igazán komolyabban szerintem 5-6 éve foglalkozom így ezzel. De úgy maga a szeretete a fotózásnak az mindig megvolt. Tudom, hogy az első ilyen komolyabb hatás az így a Gemencbe volt, tehát amikor csak így kirándulgattunk, és esetleg ott már rávettem magam, hogy egy hajnalba felkeljek és úgy kimenjek, ez biztos, de így konkrétan egy konkrét eseményre, hogy erre nem emlékszem. Egy-egy fénykép elkészítése minden esetben összekapcsolódik egy élménnyel. Az érdeklődők gyakran nem is tudják, mi minden történik a fotózás alatt. Az az érdekesség benne, hogy aki megnézi így a képeket, lehet, hogy egy kép sokkal jobban tetszik neki, mint nekem, mert neki ugye nem párosul élménnyel. Nekem egy kép, mondjuk a átkelő szarvas a Vén-Dunán, az egy sokkal többet jelent, mint hogyha csak így ti megnézitek, mert nyilván én ott voltam, és így az élménnyel párosult. Tehát sokszor van ez, és amikor válogattuk a képeket a lányokkal, akkor ők is sokat segítettek, hogy nem mindig az a jó kép, amit én annak gondolok, mert hogy így ránézve azt mondják, hogy hát ez nem egy olyan nagy fotó. De nekem nyilván van érzelmi töltés mögöttem, meg élmény, tehát nagyon más a dolog. Kedvenc képem nincsen, kedvenc pillanatok vannak, amit szívesen újraélnék, például az a reggeli pillanat, amikor így
amikor fel kell a nap, és így átszűrődve betör az erdőbe a fény, és az egy olyan szép dolog, és hát azért bármikor kimennék újra. A bajai természetfotós elmondta, a tökéletes pillanat megörökítéséhez, kitartásra és gyakran nagy adag szerencsére van szükség. Minden nap felkelte más, mindig nagyon picim múlnak a dolgok. Tehát tényleg az, hogy a perspektíván, az, hogy éppen milyen szögbe állsz, éppen jó helyen vagy. De nyilván a tapasztalat az sokat segít, hogyha úgy mész ki, hogy szeretnéd, vagy tudod, hogy mit szeretnél megfotózni, de alapvetően szerintem az egész ez ilyen improvizáló dolog, tehát hogy ott így. Én még mindig úgy élem meg, hogy ilyen felfokozott állapotban, mint a mérgezett egér rohangálok, hogy hol a megfelelő dolog, hol ott már lehet, hogy mit tudom én, az ezredik nap felkeltét fényképezem, de mégis mindig mindegyik más. Impulzusok vannak, meg sokszor szerencsém múlik a dolog. Nagyon kevés olyan dolog van, amit tervezetten. Tehát, hogy például a megyvágókat, ez a jelenet, ezt már láttam többször, és ez olyan volt, hogy ezt én mindenféleképp szeretném elkapni, mert ez egy... És nyilván ezt így nagyjából tudtam, hogy ez mikor történik, hogy történik, vagy... Tehát erre vártam. De a többi jelentős se pillanatok, hogy egy őzbak átugrik a kerítés felett, erre nem lehet rákészülni, hanem csak az adott pillanatot úgy elkapja az ember, vagy sikerül, vagy nem. Ugye rengeteg olyan kép van, ami ide nem kerülhet ki, mert életlen, meg a képkivágás, meg stb. Miatt hibás fotó, de ha én megnézem, én magamnak, nekem ugyanazt hozza elő, tehát hogy nekem ugyanazt az élményt jelenti. Napjainkban egyre többen ragadnak fényképezőgépet, az elmúlt években jelentősen megugrott a fotózás iránt érdeklődők száma. Ha velem találkoznak, mert mondjuk egy tanfolyamra eljönnek, vagy csak mindegy, velem eljönnek fotózni, akkor őket ez a behatás éri, mert én nem fogok, mit tudom én, menni velük, és nem tudom, ételt fotózni, vagy stúdióba, vagy bármi, hanem alapvetően ez fogja őket érni. És aki egy picit nyitott rá, azt nagyon el tudom, például csak, hogy jött egy anyuka fotótanfolyamra, hogy ő a gyerekeit szeretné fényképezni. És akkor hát én mondtam, hogy jó, ez nagyon szép, de azért ezen kívül még rengeteg téma van a világon. Nem, őt nem érdekli, ő biztos egy gyerekeket. És most már ott tartunk, hogy olyan felszerelése van a természetfotózáshoz, hogy teljesen bevadult ettől, és nyilván, hogy elkapta ez a láz. Tehát, hogy ezt nem lehet így megmondani, rengeteg szépsége van ennek. Tehát, hogy tényleg nekem ez a legsok oldalú dolog, mert ebbe belefér a tájfotó, belefér a makrofotózás, belefér a vadfotózás, csak aki a madarakra specializálódik, úgymond, hát azzal is egy életet el lehet tölteni. A tárlat anyagát képező munkák kiválasztásában a kiállítást szervező Cserny Kinga és Füzesi Nóra, a bajai televízió műsorvezetője is közreműködött. A híradós kiemelte, a különböző hangulatokat tükröző fényképek mindenki számára egyedi tartalommal bírnak. A pillanatok, hogyha beleállunk, mélyen belenézünk, akkor történetek. Rögzítésre került történetek, kitalált történetek, amik lehetnek szórakoztatóak, vagy éppen csodás elemekben gazdagok. Amikor először láttam a képeket egybegyűjtve, akkor az a címszó jutott eszembe róluk, hogy mesélő valóság. Nekünk laikusoknak nagyon fontos megérteni, hogy a fényképek mögött milyen kemény munka húzódik meg a természetfotó, egy jól elkészült, érdemes természetfotó mögött. Gondolok itt a strapás terepgyakorlatokon megszerzett, kialakított látásmódjára a fotósnak, vagy azok a pillanatok, amik csak percekig, vagy akár rövid másodpercekig adnak esélyt arra, hogy rögzítse őket. Illetve a téma kimeríthetetlenségében, amit Attilával való találkozásomkor már éreztem, és el is mesélte, hogy ő nyughatatlan, aki minduntalan van, hogy visszatér a saját helyszíneire, a már korábban készített fotók helyszínére, mert úgy érzi, hogy a téma kimeríthetetlensége még több dologra hívja őt. Érdekes volt, hogy hárman ültünk le, és az volt az első koncepció, hogy mindenki válasszon ki 20 fotót, ami számára a 120-ból esélyes induló. És
Ami a legmeglepőbb volt, hogy amikor összetettük a 3x20 választottunkat, akkor alig-alig volt átfedés. Tehát gyakorlatilag 3-4 kép volt, ami fette egymást. Innentől kezdve át kellett kapcsolnunk egy másmilyen látásmódra, elgondolásra, stratégiára, de nem okozott problémát, mert ez is csak arra mutatott rá, hogy gyakorlatilag ezek a képek, mint ahogy készültek is, tehát benyomások, érzékeny benyomások alapján, ami mind érzékszervi, vagy akár szervi benyomások alapján, gondolok itt érzékszervire, ugye Attilának a látásmódjára, nagyon sokszor hangok után megy, ugye, ha az állatvilágot figyeli, illetve még megmerem kockáztatni szervi benyomások is, akár mint jelképesen a szív, mint szívbéli szeretetteljes dolog számára, ami a képeken visszaköszön nekünk. Mint minden alkotó, Molnár Attila is arra törekszik, hogy munkái során újat, korábban még nem látott pillanatokat örökítsen meg fényképezőgépe segítségével, még akkor is, ha ehhez órákat kell töltenie az ártéri erdőben, vagy kora reggel kell kimennie a sugópartra. A tárlat február végéig várja a látogatókat a Földszinti Galériában. Töretlen népszerűségnek örvend Baján a társastánc. A diákok és a versenypárosok mellett egyre több felnőtt húz táncos cipőt. Február 7-én tartották a városban a 8. társastáncos bált, ahol a zenekar kifejezetten a standard és a latin ritmusokat játszotta. A bajai és a szekszári társastáncos közösség egy jó hangulatú mulatsággal kezdte a farsangi időszakot. A 8. éve meghirdetett bál vendégei között voltak olyanok, akik eddig egyet sem hagytak ki. Az egyik házaspár például az extrém sport kipróbálása után döntött a kevésbé veszélyes társastánc mellett. Voltunk egy rafting túrán, azon bekövetkezett egy olyan esemény, ami után, amikor kiszálltunk, azt mondtam a feleségemnek, bármikor kéred, hogy menjünk táncolni, igent mondok. És milyen volt az első óra, az első élmények? Az első óra az nem hagyott mély nyomot bennünk igaziból. Amikor az embernek a gyerekei felnőnek, akkor újra kell építeni egy kicsit a férjével is a családját, és ez volt az igazi motivum, hogy ketten közösen legyen olyan elfoglaltságunk, ami a korunkhoz még illik, jól szórakozunk vele, aztán ebből egy 10 éves hosszú történet nőtt ki végül is. A bálon a bécsi keringőtől a rumbáig sokféle táncot járhattak a parketten, ahol nem csak párban, hanem az úgynevezett parti táncokban is kipróbálhatták magukat a felnőttek. Utóbbiak esetében kötött a koreográfia és folyamatos a párcsere. Tudom, hogy amikor az ötlet megfogalmazódott, hogy tartsunk egy ilyen bálat, akkor én úgy mondtam el a csoportok, hogy meghívlak benneteket egy nagy felnőtt társas játékra, és akkor néztek kerek szemekkel, hiszen a báli időszak már elmúlt, és ez egy tavaszi bál volt a legelső, és mondom, az lenne a nagy felnőtt társas játék, hogy játszunk bálat, úgy, mint régen. Legyen táncrend, egészítsük ki úgy, hogy nem csak az hölgyeknek van, hanem az uraknak is, és szépen így hozta maga után az eseményeket, az idő. Tehát az idő dolgozott, és nagyon sokan mondták, hogy nagyon jó volt ez a bál, nem voltak még ilyen jó bálban, életük legjobb bálja volt, és ez nagyon sok erőt adott nekünk, és úgy gondoltuk, hogy most annyit változott, hogy figyelünk arra, hogy a báli időszakban szervezzük meg ezt a bálat, és hát akkor nem tudom, hogy a 8. után lehet-e már hagyománynak nevezni, de akkor én most úgy gondolom, hogy talán a hagyományt elkezdtük, és remélem tudjuk majd folytatni. A szervezők az évek során megtalálták azt a zenekart is, akik a legjobban tudnak alkalmazkodni a táncosok igényeihez ritmusban és tempóban. Úgy kezdtük, hogy volt egy szintetizátoros zenészünk, aki nagyon aranyosan zenélt nekünk. Aztán szépen úgy alakult, hogy esetleg ő nem ért rá, másik szintetizátoros zenészünk lett. Majd tovább nőtt az igény a táncosok részéről, és úgy gondoltuk, hogy bevállaljuk azt, hogy akár sokkal többbe kerül is a zenekar, de legyen egy komplett zenekar. Egy véletlen folytán ismertük meg azt a zenekart, aki most játszik, a Palotinus zenekart, és kitartóak vagyunk mellettük,
mert ők tényleg nagyon jól zenélnek. Felnőtteknek szóló órák tulajdonképpen nem arról szólnak, hogy most versenyre készülünk, vagy hogy egymással versengjünk. Milyen alapot szeretnétek nekik adni a mindennapokhoz ezekkel az órákkal? Úgy gondolom, hogy egy magabiztosságot, egy tudást, egy általános műveltség bővülést, és kinyitni a világot, hogy sokféle tánc létezik, sokféle bál létezik, sokféle zenekar játszik, sokféle igény fogalmazódik meg, és úgy gondolom, hogy egy igényes, táncot ismerő, táncot tudó közönség alakul, akiknek már van elképzelése egy bárról, és van elképzelése arról, hogy a zenekar mit játszon egy bálba. Ne arról szóljon az a bál, hogy fél óráig csárdás járunk. Én imádok csárdás járni, de mondjuk nem fél órát, mert az kicsit hosszú. És a zenekaroknak én tudom, hogy ez feladat, hogy tudjanak egyik tempóból váltani a másikra, tudjanak megfelelő tempóba játszani a tánczenéket, mert az jellemző, hogy gyorsabb tempót játszanak ők, mint ami táncolható. A növendékek között az idén díjakat is kiosztottak a szervezők, azok, akik már 10 éve táncolnak, a kitartó parkettok oktató címmel lehettek gazdagabbak. Hogyan legyetek, milyen a közösség? Biztos, hogy van oka annak, hogy már 10 éve a részesei vagytok ennek. Sőt, elsősorban a közösség az, ami itt tart ebben a csoportban, ebben a millióban, ezek között az emberek és most már barátok között is. Nem olyan könnyű 50-55 évesen új barátokra szerteni, ez most is sikerült. Maga a tánc, van esetleg kedvencetek? Amit éppen aktuálisan tudunk, azért jár az ember tánciskolában, bármely iskolában is, mert tanulni szeretne valamit, és ez nyilvánvaló, aki az esküvője után egyetlen egy tánclépést nem tett életében, annak van mit tanulnia, úgyhogy mi emiatt járunk az Évához. Amit tempóban jól tudunk táncolni, azt szívesen is járjuk, de szerintem nem vagyunk válogatósak. Még egy kérdés, a bálokba sem először jöttetek el, hogyha jól tudom, hogyan szoktatok érezni magatokat, mit gondoltok erről a szervezésről? Nagyon nagy munka van benne, és ezúton is megköszönjük az Orván házaspárnak, hogy a minden heti táncórákon kívül tánctábort szervez, bálat szervez, cserében mi annak a szűk baráti körnek, vagy néha bővebbnek is kirándulásokat, túrákat szervezünk. Nagyon sokrétűek a társadalom széles rétegéből jöttek. Én úgy gondolom, hogy most a korosztály is egyre inkább fiatalodik, hiszen most ugye kiosztottuk a hűparkett a koptatóknak a követ, ők 10 éve táncolnak. Múlt évben olyanoknak osztottuk ki, aki 14-15-16 éve táncol. Igaz, hogy most ők, amikor elkezdtek táncolni, akkor olyan 40-50 évesek voltak, és akkor ugye ők az elmúlt 15-16 évben természetesen ők is idősödtek, viszont most jönnek a fiatalok, és nagyon örülök, hogy most az a 30-40 éves korosztály között is van olyan, aki fontosnak tartja, hogy megtanulja ezeket a táncokat, és azt hiszem egy nagyon befogadó, nyitott közösségre talál mindenki. Nem csak a szervezők, hanem a vendégek is készültek meglepetéssel tanáraiknak. Évának és Ferinek elméleti és gyakorlati vizsgán is teljesíteniük kellett. Ennek részeként adott zenére kellett rögtönözniük egy koreográfiát. A gyakorlott pároson nem fogott ki a feladat, így átvehették okleveleiket a vizsga után. Míg Éva a bajai csoportokat tanítja, addig Feri Szekszárdon foglalkozik a gyerekekkel, versenyzőkkel és felnőttekkel. Nagyon érdekes, mert a felnőttek azok általában akkor kezdenek táncolni, ha lagzira készülnek, vagy a gyerekek kirepültek otthonról. És a feleségnek, az anyukának is elfogyott az otthoni mindennapos teendő.
és az apukát is azt látjuk, hogy már nem a karrier hajtja, hiszen a gyerekek kirepültek, a gyerekek már jó úton vannak, akkor anyagi megterhelés nem jelent, hogy sokat kéne dolgozni, és egy este egymásra néznek a vacsoránál, hogy itt vagyunk ketten, és elfelejtettük, hogy milyen a másik. A régen már megvolt a foci, tehát azon már túl vagyunk, minden olyan extrém sporton, amitől túl sok balesetet lehet szerezni, és akkor arra gondolnak, hogy szeretjük mi egymást annyira, hogy elmenjünk valami közös programra. Na de azért itt tegyük hozzá, hogy azért ez mégiscsak konfliktus forrás azért a táncórákra eljárni. Ezt akkor, amikor jelentkeznek, akkor még nem tudják. Ez később derül ki, és többnyire úgy jönnek, hogy én tudok táncolni, majd meglátja a táncnál, hogy egyből a haladó csoportba kell, hogy irányítson. Csak az első, második, harmadik táncóra után kezdik úgy érezni, hogy hát én nem tudok semmit. Úristen! Szépen lassan alakul. Lehet-e azt mondani, hogy esetleg a férfiaknak nehezebb a dolga, hiszen nem csak a lépéseket, hanem azt is valahogy el kell sajátítani, hogy ők vezetik ugye a hölgyeket. Ez szó szerint így van. Ezért szoktam mondani a férfiaknak, amikor nem az első alkalommal, egy kicsit már többet táncoltak, hogy a fiúknak négyszer annyit kellene táncolni, mint a lányoknak. Pontosan azért, mert a lányok szerintem úgy születnek, hogy tudnak táncolni. Egy kicsit még ráedzenek, és nagyon jól megy a dolog. A fiúk nem úgy születnek, nekik meg kell tanulni. Tehát ezért legalább kétszer annyi. Aztán kiderül, hogy nekik még vezetni is kellene, az akkor jön a katasztrófa, és akkor meg kéne tanulni gyakorlatilag a lány lépését is. És ezért szoktam mondani, hogy négyszer annyit táncolnak, mint a lányok, akkor lesznek olyan férfiak, akik tudják vezetni majd a lányokat megfelelően, és a lányok szívesen táncolnak velük. Táncot ki kéne emelni, amivel a legtöbbet küzdesz a felnőttekkel, vagy amit a legkevésbé szeretnek elfogadni elsőre, akkor melyik az? Hát úgy gondolom, hogy ez a rumba, amikor a kubai rumbát kezdem tanítani, mert a rumbának nagyon nem szokványos ritmikája van, tehát meg kell tanulni a rumba ritmikáját helyesebben. Amikor rumbázik valaki és ütésre lép, akkor úgy gondolhatjuk, hogy ő ütemre táncol. Viszont a rumbának sajátságos hangsúlyozása van, és ezért nem mindegy, hogy mikor lépek oldalra, illetve mikor lépek előre. Ezért a ritmikailag a rumbát tartom legnehezebbnek. Tánctechnikailag szerintem a szambát, de ebben a korosztályban a szenioroknál sokkal fontosabbnak tartom, hogy jó kedvel felszabadultan táncoljanak valamit, mint hogy idézőjelben izgatottak és görcsösek legyenek, mert nem jó technikával táncolják, mert valóban nem a verseny a cél. Itt egy jó hangulat, mondhatni egy jó kikapcsolódás. Mondhatom, ha van versenysport, akkor inkább nevezzük tömegsportnak, mert úgy gondolom, hogy ez sport ez is. Építi a lelket, a testet, a szellemet. És ezt már szerintem mondtam, hogy az időskori demencia ellen is kimutatták, hogy sokkal-sokkal jobb egy tánctanulás, egy új mozgásfolyamat megtanulása, mint mondjuk egy keresztrejtvényfejtés. Most pedig következzen programajánló rovatunk. Állati panaszok. Major Takács Eszter kiállítását február 12-től szerdától március 2-ig tekinthetik meg a bajaiak a Bácskai Kultúrpalotában. Kapos árt. Február 13-án csütörtökön az EIF Kortárs Galériájában a Szigetvári Művésztelep alkotásait tekintheti meg a közönség. A megnyitót délután 5 órakor tartják. Legendák, tévhitek és a valóság.
a Bajai Honpolgárestek következő rendezvényén dr. Hamar Péter irodalomtörténész várja az érdeklődőket csütörtökön a Városi Könyvtárba. Múlt a jelenben. A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub február 14-én a Bácskai Kultúrpalotában mutatkozik be a Duna Fotóklub Egyesület meghívására. A megnyitót pénteken délután 5 órakor tartják az emeleti galériában. A szerelem ünnepe. Február 15-én szombaton Major Márta párkapcsolati tanácsadó és Kis István lelkész tart előadást a házasság hete kapcsán az Adventista Imaházban. Moldvai Táncház. A Lippangós Tánccsoport egy hangulatos moldvai este várja a táncos lábúakat szombaton 6 órától a Bajai Főiskola B épületének aulájába. A zenei háttérről a Szüvellő Együttes gondoskodik. Utazása a Trullik földjére. Kuritják Mihály képes beszámolójával folytatódik a fényképezőgéppel a világ körül vetítéses előadássorozat. A felnőtt könyvtárban február 17-én hétfőn este 6 órától várják a vendégeket. Műsorunk végén kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, kultúrával legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, akkor is tartsanak velünk, a viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A műsorvezetőt öltöztette a Trendformíruhoüzlet.